Bemelegítéssel edzéshez készülődnek a látás- és hallássérült sportolók. Széles, szűkevezés. Egy széles, egy szűkevezés. Matiz Zsófi személyi edző instrukciói után egy óra sport vár a résztvevőkre. Az ennek során használt hordozható, felfüggeszthető funkcionális tréningeszközzel fejleszthető az erőnlét, javul az egyensúlyérzék, miközben a mélyizmok is fejlődni tudnak. A látássérültek számára a csörgőlabda mellett ez az egyetlen sportolási lehetőség. A TRX-el ezzel minden izmot ugye át tudunk mozgatni. És nekünk ez nagyon hiányzott, ez az egy másfél év, hogy kiesett. A forfittesek két hete indította újra az órákat. Egyelőre heti egy alkalommal találkoznak az Egyesület új edzőtermében. Ezek az alkalmak a résztvevőknek teljesen ingyenesek. Jelenleg ezt abszolút önerőből oldjuk meg. A résztvevőknek ez teljesen ingyenes. Mi és az Egyesületünk minden erőfeszítést megtesz azért, hogy ezt fent tudjuk tartani. Ezt a helyzetet természetesen várjuk a jelentkezőket, a támogatókat. Matiz Zsófi hozzátette, hogy jelenleg olyan pályázati lehetőséget keresnek, amely lehetővé teszi, hogy sűrítsék az edzések számát. Addig is várják a sportolni vágyó látás- és hallássérült embereket.